Máig érthető, sőt mi több szerethető képek szegélyezik a 151 évvel ezelőtt Kaposváron született festőművész Ripuronai József pályáját. Ezek közül 74-et gyűjtöttek most csokorba a fehérvári tárlat szervezői. A művész négy nagy korszaka elevenedik meg a Városi Képtár kiállító termeiben. A 19. század végi 20. századi embereket és a Róma villa környéki tájakat megörökítő alkotások új korszakot teremtettek a festészetben, és már életében is hírnevet, közszeretetet hoztak alkotójuknak. Minden korszakában másképpen, más oldalról közelítve, de megoldotta azt a művészi feladatot, ami újként jelentkezett a festészetünkben, ő ezt elmélyítette. Számos köz- és magángyűjteményből érkeztek Fehérvárra az alkotások. A tárlatot mintegy 4,5 millió forintból jelentős önkormányzati támogatással sikerült megrendezni, és különleges élményt nyújt majd a látogatóknak. A szervezők múzeumpedagógiai foglalkozásokkal a gyermekekkel is szeretnék megismertetni Ripuronai József világát. Hosszú évek óta múzeumpedagógiai foglalkozásokra nagyon sokat költünk, mint város is, hiszen ide is eljöhetnek majd a gyerekeink, az iskolásaink ingyen, és megtekinthetik a kiállítást, illetve nagyon izgalmas, érdekes játékokban lehet részük. November 4-ig látogatható a gyűjteményes kiállítás városunkban. Addig számos családi napot, gyermekfoglalkozást és egyéb érdekes programot szerveznek majd Ripuronai József alkotásai köré a Városi Képtárban.